2004-ben voltam Amsterdamban éppen a Literával pár napot, és ott láttam egy apró jelenetet, egy villamos megállóban, ami valahogy így kitágult, vagy kinyílt, vagy fontos lett. Úgy éreztem, hogy sokkal több minden van benne, mint amit így első megközelítésre egy ilyen semmi várakozás magába foglalhat. És valahogy úgy éreztem, hogy egy könyv tartozik hozzá, vagy el lehet ezen kezdeni dolgozni. De nagyon szaggatottan készült, még januárban is csináltam, most januárban. Ez az egész jelent mondjuk 2 perc, most akkor maradjunk ennél, mert ha már így szétszedem. 2 perc, de az érzelmi intenzitása, vagy a nyoma, az érzelmi nyoma, az sokkal több vagy nagyobb, mint ez a 2 percnyi idő. És valahogy megőrződik az egész, így lelassítva 3D-ben a komplexitása megőrződik, és hogy hazaviszed, és ott marad, és elkezded analizálni, ami hasonlít a nyomozásra, hogy az értelmezés maga az valószínűleg nyomozás, létrehozás az írás ilyen szempontból, tehát ugyan feltárásnak álcázza magát, de hogy inkább az van, hogy a szöveg elkezdi a maga életét élni, és ott bizonyos retorikai öngerjesztő műveletek is elindulnak, és néha olyanokat írsz, amivel nem értesz egyet egyáltalán, vagy olyanokat írsz, ami őszintén meglepődéssel tudsz csak elolvasni másnap, de mind szöveg működnek, és akkor inkább azt keresed, hogy hol a helyük, vagy hogyan lehet ezt beilleszteni más hasonló gondolatmenetek közé. Eleinte egy egyenesebben egyes per egyes szöveg volt, de nem teszett nekem ez a dolog, és megpróbáltam kitalálni, ki ez. És amikor kitaláltam, hogy ki, akkor kitaláltam egy szerepet is hozzá, tehát hogy ő a fiának beszél, akivel... De hát igazából nem hiszi komolyan, hogy ez egy normális beszéd, de a fia létezését használja űrügyül ahhoz, hogy megszólalja. Azon gondolkodtunk sokat, hogy mi legyen a borítón, mármint milyen szövegek legyenek borítón. Elkezdtem egy ilyen rövid, tömör összefoglalását a könyvnek, amiben az is föl van sorolva, hogy ez az én elbeszélőm, aki helyszínvadász, tehát helyvadász, filmeknek keres helyszínt, az erre, arra, amarra járt, megnevezem a városokat, és ott van köztük Buenos Aires. És föl kellett olvasnom ebből a szövegből valamit nemrég, és gondoltam, jó, hát akkor felolvasom a Buenos Aires-t. És egy telefonon volt csak nálam. Keresem, és nincs. Sehol nincs. Még egyszer, nincs. És 8-szor végignéztem, és kiderült, hogy kihagytam. Tehát, hogy a fül egy olyan városba küldi ezt az én elbeszélőmet, ami már nincsen a könyvben, és ezt nagyon megszerettem, ezt a dolgot, mert ezt gondolom a könyvről, hogy szóval vannak körülötte ilyen rejtett dolgok, amik nincsenek benne, és ezt nagyon szeretem, ezt a Buenos Aires-t például.